súlyemelő világbajnokság Athénban, a Glifáda sportcsarnokban. Jó estét kívánok, kedves nézők! És bizonyára meglepetés ez a sportot szeretőknek, hogy nem a nagy béke és barátság sportcsarnokban van ez a verseny, ahol minden jelentős világversenyt a görögök odavittek az elmúlt években. De hát a súlyemelés egy kisebb termet igényel, és ennek tökéletesen megfelel a Glifáda is. Nem is hallunk nagy taps vihart, amikor Buda Attila megcsinálta az első fogását a versenyben 152,5 kg-on, ma a 90 kg-osok versenyét bonyolítják le, és tényleg ma valahogy elmaradtak a nézők, de önök kérem maradjanak velünk, hiszen óriási nagy versenyre van kilátás a mai napon. Sajnos nem elsősorban Buda Attila jóvoltából, hiszen a magyar versenyző a tavalyi olimpiai 5. helyezett, ebben az évben jóval szerényebb eredményeket ért el, de itt van a szovjet olimpiai bajnok Khrapaty, itt van a honfitársa Szircsin és a bolgár Csakarov, úgyhogy lesz itt mit nézni, lesz itt mit látni a mai estén, igazi súlyemelő parádéra készülhetnek. Buda Attila a 157,5 kg-on rontotta a második fogását, és most ismételnie kell. Nagyon bátran. Augusztusban múlt 25 esztendős a szikszói születésű fiatalember, a honvéd versenyzője. Megvan, nagyon szépen hozta helyre az előző fogásnál látható igencsak pici hibáját. Nem kellett sokat módosítani a mozgásán, és ezzel 157,5 kg-mal fejezte be a szakítást. Ez a súly végül is az Európa bajnoki értékelésben a 8. helyet hozta neki, a világbajnoki sorrendben pedig a 10. helyre került vele. Amióta Szulejmanoglu Ankarában él és versenyez, török színekben versenyez, egyre több török súlyemelőről lehet hallani, és nem csak a C meg a B csoportban, hanem most már az A csoportban is egyre többen igyekeznek Szulejmanoglu nomába kerülni. Így van ezzel Eroglu is, aki 160 kg-on kísérletezik, de őt most az a veszély fenyegeti elsősorban, ha nem teljesíti, kiesik a versenyből. Buda Attila ellenfele, egyik ellenfele ott az alsóbb régiókban. És egy ügyetlen mozdulat még idejében ki tudott ugrani a súly alól, csak a hátát ütötte meg, ő ugyan a csuklóját fájlalja. Talán emlékeznek még az olimpiai bajnok Zaremba sérülésére 81-ben, hát ez valami hasonló volt. És itt ennek az erőtlenebb, rövidebb húzásnak lesz ez az eredménye, hogy összenyomja a súly, aztán csak épp, hogy kiugrik, kibújik alóla. Komolyabban nem sérült meg, kiesése ellenére a lökésben is elindult. Eroglu. De hát az összetetben már nem volt veszélyes, nem lehetett veszélyes Buda Attilára. Most pedig nézzük az élcsoport legjobb versenyzőit. Először a lengyel Zawada következik, 175 kg-on javít az olimpiai bronzérmes. És most itt igazolhatja a hírét, hogy versenyben rendszerint jobb, mint edzésen, és így is van. Így is tett Zawada, a 175 kg-os fogás. Sikerült a javítás, és nagyon kellett, hiszen igen jó szakítók vannak ebben a ma esti mezőnyben. Nézzük csak a lassításban. Milyen dinamikával dolgozik Zawada azzal a 175 kg-mal. Itt az olimpiai bajnok Khrapaty, a szovjetek csapatkapitánya. Ennek a 90 kg-os súlycsoportnak az elmúlt években kétségkívül a legnagyobb egyénisége, a legnagyobb egész egyszerűen annál az oknál fogva, mert verhetetlen volt. Az elmúlt 3 évben 175 kg, szintén nagyon tiszta, nagyon jó, biztos fogás, sokat ígérő fogás ez Anatolij Khrapatynak.
Medvegyev, a szovjet válogatott vezetőedzője, akit ért néhány támadás az elmúlt időszakban, a szöuli olimpia után, részben Várdányán részéről, akit kihagyott a szöuli csapatból, de itt most, ezen a világbajnokságon nagyon jól szerepelnek a szovjetek, kétség kívül a bolgár válogatottat megleckéztetik az eddig látottak alapján. Következik az egyetlen bolgár, Chakarov, a 90 kg-ban a szakítás világ és Európa bajnoka, ő is javít, de ő már 180 kg-on. Ebben az évben már Dunakupát is nyert Chakarov. Ez volt az alap az év elején, ahonnan kiindult. Milyen széles a fogása, ott a tárcsák tövében fog jóformán, érinti tenyere élével, külső élével a legkülső, illetve a legbelső tárcsát, és a 180 kg-mal boldogult is. A szöuli olimpián Iván Abadzsijev nem indított bolgár versenyzőt Khrapaty ellen. Itt a világbajnokságon viszont, ahol Abadzsijev a csapatversenyben is taktikázik és játszik a kártyáival, feltétlenül úgy látta jónak, ha Chakarovot is beveti Khrapaty ellen. Hát ez majd elválik, hogy képes lesz-e így haladni tovább Chakarov. Ez a 180 kg-ja minden esetre jó fogás, szép fogás. Jön Khrapaty. Nagyon érdekes, hogy ebben az esztendőben nem ő vezeti a világranglistát, legalábbis a világbajnokság előtt, hanem honfitársa Kakiasvili, aki szóban se került egyébként a csapat összeállításnál, mellesleg megjegyzem. Méghozzá ez a Kakiasvili, Chakarov és Khrapaty előtt a világranglista elsője. És nézzétek csak, hogyha összehasonlítjuk a fogás szélességét, hogy Khrapaty mennyivel beljebb fog, 182,5 kg, de hát ennyivel rövidebb is a karja, mint Chakarové. Ebben a súlycsoportban, a szakításban 195,5 kg a világrekord. Ezt nem kisebb egyéniség, mint a Khrapaty előtti legnagyobb 90 kg-os. Blagojev tartja mind a mai napig, pedig már milyen régen visszavonult Blagojev. De hát olyan jó ez az eredmény, hogy ennek nem nagyon tudnak a nyomába érni, és ide nem is nagyon pályázik Khrapaty, aki főleg a lökésben jó, ő maga a lökés világcsúcs tartója. 185 kg-ra emelik most a súlyt, és egy fiatalemberrel megismerkedhetünk rövidesen, akit eddig még nem láthattunk felnőtt világversenyen. A szovjet Syrtsov, az idei szovjet bajnok következik majd, 185 kg. Eddig Khrapaty az élen, 182,5-lel, mögötte Chakarov 180-nal, most jön Syrtsov 185-tel, lépésről lépésre emelkedik a súly, és minden gyakorlat jó, igen izgalmas, hallatlanul kiegyenlített, kiegyensúlyozott szakító verseny ez. Bámulatra méltó ez a mozdulat. Gyorsasága Syrtsovnak a ma súlyemelésében az egyik legdöntőbb tényező, hogy milyen gyors a versenyző. Márpedig, mint tudva levő, a gyorsaság ellentétben az erővel és az állóképességgel elsősorban adottság és a fejleszthetősége hát erősen behatárolt. Következik a lengyel Slawomir Zawada, ugyancsak 185 kg, és Zawada ezzel befejezi, tehát ez a harmadik szakítás, a 10 kg-ot ugrik, ugrana a mezőny után, így szeretne a nyomukba eredni, a 185-tel maradhat csak igazán életben.
Jó erőben hajította a súlyt a feje fölé, ott van, megvan, hát megvolt a súly, és ezt a kifogott súlyt egyszerűen nem volt képes tovább már küzdeni vele. Zawada legyint egyet, de hát csak magára legyinthet, és csak magára lehet dühös. Ez a súly megvolt. Nézzék csak meg! Itt egy kicsit előre indul, de még idejében utána érkezik, most kellene csak kiegyenesíteni a törzsét, nem bírja tovább, nem küzdött, nem erőszakolta, hagyta magát legyőzni. Hát ebben a mezőnyben pedig ennél nagyobb hiba nincs, hiszen itt mindenki igazán küzdőképes, harcedzett, tapasztalt versenyző, nem adnak oda egyetlen egy fogást sem. Khrapaty ellen pedig hát nem is lehet, ez egész egyszerűen vétek. Két jó fogása volt már az olimpiai világ és Európa bajnoknak, Anatolij Khrapatynak, és most így megy neki a 185 kg-nak, amit teljesített már honfitársa, Syrtsov. Ezzel ő is befejezi a versenyt. Gyönyörű, gyönyörű, hangtalanul, gyönyörűen, szinte észrevétlenül. 185, három jó szakító fogás. Anatolij Khrapaty, ez igen, óriási dolog. 26 esztendős lesz Khrapaty, és alig valamivel kevesebbet szakított, mint az olimpián. Kétszer is helyeznie kellett a súlyt a feje fölött, aztán pontosan beakadt, mire fölért ő is a magasba. Nézzék csak! Itt egyszer megvan, és egy kicsit még képes bűvészkedni vele, centimétereket, millimétereket beállítani, hogy aztán biztosan uralja. Ezért csodálatos a szakítás, hogyha ennyi kis személyeset szabad hozzáfűzni. Igazából a súlyemelő tudás ebben a fogásnemben derül ki, hiszen a lökés valójában az erő művészete, de itt a technika érvényesül és domborodik ki igazán. Milyen Chakarov technikája? Persze, hát nem mondom, erő is kell azért a szakításhoz, szó se róla. Emelték a súlyt 187,5 kg. Azaz, ha teljesíti, akkor az első helyre ugrik, ha nem, akkor harmadik. Úgyhogy kockáztat most, és előnyt akar szerezni mindenféleképpen a nagyon jól lökő Khrapatyjal szemben. ...180-ról, 187 és fél. Nem lesz-e túl nagy ez az ugrás, dehogy nem. Épp hogy a csípője vonaláig tudta emelni a súlyt, Chakarov, és ez bizony nagyon ritkán fordul elő, hogy rosszul méri fel a bolgár szakvezetés egy versenyző pillanatnyi erejét, formáját. Én most nem is azt mondom, hogy rossz formaidőzítés, hiszen ezt nagyon nehéz lenne innen megállapítani, de minden esetre úgy tűnik, hogy a súly megválasztással hiba történt. Elég érthetetlen. Most már világ és Európa bajnok Syrtsov 187,5 kg-ra készülődik, és világ és Európa bajnok azért, mert könnyebb a testsúlya, mint Khrapatyjé, a 185-öt pedig mind a ketten teljesítették. Megpróbál ő is előnyre szert tenni az olimpiai bajnokkal szemben. ...70 dekagramma. Testsúly különbség, és gyors volt ugyan a mozdulata, de a 187,5 kg, igencsak érezhető ez a 2,5 kg-os különbség, már nem ment Syrtsovnak. Mutatják is ott a hibát. Igen, hiába, hát a háta teljesen előmaradt, ahelyett, hogy végigvitte volna a mozgás, de így is övé az aranyérem. Chakarov pedig a harmadik helyen 5 kg-os hátrányban Syrtsovval és Khrapatyjal, tehát úgy tűnik, hogy nem lesz képes beékelődni a szovjetek közé. Persze hát a lökésben még nagyon sok minden változhat, és igazából itt dől majd el a verseny. Buda Attila első gyakorlata a lökésben 182,5 kg-on.
Veszít, veszít! Hát azt kell mondanom, hogy jó, örömteli, hogy Buda ezzel a súllyal elbánt, de azért, ha arra gondolok, hogy a szöuli olimpián 360 kg-mal volt az ötödik, itt most ezzel az első fogásával még csak 340-nél tart. Ebben az esztendőben a magyar válogatott tagjai egy teljesen új típusú felkészülésre álltak át Hanslik János vezetésével, és itt most nem csak a tiltott szerek abszolút teljes kizárására és mellőzésére gondolok, sőt, nem elsősorban arra. De hogy mire, azt hallgassuk majd Hanslik János kommentátor működése után. Nagyon jó fölvételre figyel. ...187,5. Rányan össze! Hosszút lökni! Gyerünk Attila, hosszút lökni! Tartod! Tartod! Jól van! Hosszút is lökött. Úgy, ahogy kérték, meg úgy, ahogy kell. 345 ezzel az összeredménye. De halálosan fáradtnak látszik Buda Attila, nagyon ki van. Na és most akkor visszatérek ahhoz az előző gondolathoz. Szóval Iván Abadzsijevnél járt ebben az évben Hanslik János és a csapat orvosa Lánkvi György, hogy kifürkészék a bolgár módszert, a bolgár titkokat, erre lehetőséget kaptak a bolgár szakvezetőktől, sőt Abadzsijev is tartott előadást Tatán, a magyar válogatott felkészítésében is néhány napon keresztül részt vett. No hát ez az új típusú munka, a hatalmas nagy súlyokon való gyakori munka, hát igencsak kiborította a magyar válogatott nem egy tagját, és ugyan nem pehelyből van Buda Attila, de mégiscsak azt kell mondanom, hogy amikor a válogatottnál jártam látogatóban, akkor ő volt a legfáradtabb. Sokan azt mondták, hogy majd a világbajnokságra érik be ez a munka, és ő lesz a legélesebb. Hát úgy érzem, hogy ez az óriási tehertétel, ez még nem hozta meg nála a kívánt eredményt. A VB végére nagyon fáradtnak látszik. 190, és föl kellene állni ezzel a 190-nel, ez meg is van. Marad-e ereje kilökni 190-et? És az arcán valahogy lehetett látni a lemondást, hogy ez a súly már bizony nagyon sok. Ehhez már nem volt meg az ereje Buda Attilának. Így a lökésben az Európa-bajnoki sorrendben 10., a világbajnokiban 14., az összetettben sem tudott bejutni a legjobb 6 közé Európában, 7. lett, a világon pedig a 11. helyezett. Ennek ellenére Szalai György, aki ott segédkezik a válogatott mellett Athénban, hátba veregeti Budát, hát amit tudott, megtett. Ugyanúgy, mint az eddig itt a Glifáda csarnokban szerepelt magyarok. A pillanatnyi helyzetben ez van. Na hát akkor nézzük, most már magyar érdekeltség nem lévén, hogy mi lesz az érmek sorsa, mi lesz a dobogón az elosztás. Zawadával kezdjük, 215 kg, második fogása a lengyelnek. Tíz éve foglalkozik már súlyemeléssel Slawomir Zawada, és ezzel a 215 kg-mal a papírforma szerint mindenféleképpen el kellett bánnia, ha a szöuli 220-at veszem alapul. Márpedig a mieinktől eltekintve nem egy ország versenyzőinél megfigyelhető, hogy nem sokkal maradnak el szöuli teljesítményüktől, illetve vannak, akik még azt is képesek túlszárnyalni. Holott a világbajnokság előtt, hát nem ez volt az általános várakozás. Persze nagy sötétben tapogatózás volt a világbajnokság előtti helyzet felmérése,
bizony senki nem tudta, hogy mire lehet itt igazán számítani. A szöuli olimpia drámai eseményei nagyon-nagyon megkeverték, megkavarták a súlyemelő életet. De hát, ha ez a tisztulás irányában hat, akkor ez így van rendjén. Csakarovot nézzük, ugyancsak második fogás, 220. Chakarov 220 kg-on. Na, erre azért összeszedte magát Chakarov. 215 volt az első, és hasonlóan sikeres a 220. És azért a görögök a lökésre már csak megérkeztek a csarnokban, most már jóval többen vannak. De hát Athénban ez így is szokás, mondjuk az éjszakai élet az, ami jellemzi a görögöket, és nem pedig a kora délutáni, akkor inkább még pihennek a erős napsütéstől menedéket keresve hűvös otthonaikban. Chakarov most már 4 mázsa, ennyi az összeredménye, és kezdődik az igazi verseny, hiszen Zawadát látjuk, ő is 220 kg-ra jön majd ki. 24 éves Zawada. És Osztrava óta minden évben ott volt a világbajnoki dobogón. Persze ez az Osztrava nem volt olyan nagyon messze időben, 1987-ben volt harmadik, aztán Szöulban is harmadik volt, 4 mázsával. És most is az a célja, hogy harmadik legyen, de hát Syrtsov színrelépésével erre valljuk meg nagyon kevés az esélye, és a 220-at most mindenféleképpen ki is kellene löknie, hiszen azzal is még csak 395 lenne az összeredménye, de megdolgoztatta lábát, derekát, a teljes izomzatát ez a 220, hogy föl tudjon vele állni. És megint csak úgy néz ki, mint a szakításánál. Már-már majdnem megvan, és megint csak dühösen legyint szegény Zawada, aki elfáradt persze, óriási súlyok ezek, 220 kg, hát gondolják csak végig, hogy naponta egy átlag ember, mondjuk nem fizikai munkából élő ember, hát hány kilót is mozgat meg, egy hétre nem jön neki, azt hiszem, ez a 220. Azért itt most nem volt annyi esélye, mint a szakításnál a harmadik fogás esetében. Úgyhogy Zawada 390-nel befejezte, elbúcsúzott ezzel az integetéssel, és úgy tűnik, hogy elbúcsúzott a világbajnoki harmadik helyezéstől is, hiszen ha csak a két szovjet közül valamelyik szögbe nem lép, netalántán kiesik a versenyből, neki már csak akkor van esélye a bronzra. Syrtsov második fogását látják, 222,5. Egyszer sikertelen volt már, 222,5-en a szakítás világ és Európa bajnoka. És láss csodát! Hozzáért, bizony hozzáért a könyöke a térdéhez, ez pedig szabálytalan. Másodszorra is 3 piros lámpa, Medvegyev megkövülten, Syrtsov pedig a megkövültség határán. Valószínűleg csak 1 vagy 2 centiméter választhatja el őket. Nézzük az ismétlésben. Hoppá, ott van méghozzá mind a két könyökével. No, Syrtsov, Zawada is izgulhat bizonyára, hiszen nagyon közel került az az eshetőség, amiről az imént beszéltem. Netalántán, ha az egyik szovjet kiesik, akkor a lengyel előbbre léphet.
Harmadik fogás, 222 és fél, Syrtsovnak csak az a célja, hogy bent maradjon a versenyben, semmi több. Ha csak ezt az egy gyakorlatát megcsinálja, érmes. Ha nem, sehol nincs. Fiatalember. Hát most se volt egy hajszányinál több a könyöke és a térde között, remeg, inog, binog, megvan. Bent maradt. Hát ennél azért nagyobb tapsot is kaphatna, hiszen ez óriási dolog volt. Egy tapasztalatlan fiatal versenyző, hogy ilyen kritikus helyzetben legyen képes mozgósítani az összes szellemi idegi energiáját egy verseny végén, ahol igencsak nagy a tét, hát ez nem akármilyen dolog. Syrtsov 405 kg az összetettben, mögötte Chakarov 400 kg-mal, és most mutatkozik be Khrapaty. Egyből 225 kg-ot kér. Hát ez nem volt egy nagy bűvész mutatvány. Ez a hagyományos, szokott Khrapaty nagyon szépen dolgozott. 225. És most egy óriási taktikai verseny kezdődik Khrapaty és Chakarov között. Először is, ami lényeges, hogy Chakarov testsúlya nehezebb, mint Khrapatyé. Ennek ellenére Chakarov nincs sehol. 230 kg-ot kér Khrapaty, Chakarov pedig vár. Ó, mennyivel nehezebb azért a felállása. 5 kg-mal több a súly, mint az előbb. Nincs ez meg, bizony, hogy nincs meg, nem uralta a súlyt. Nem is lepődött meg túlságosan Anatolij Khrapaty azon, hogy 3 piros lámpát kapott. Na hát, most jön az igazi izgalom. 415 lehetett volna, de nincs meg. 410 kg-ja van. 400 kg-mal áll a bolgár Chakarov, és Khrapatynak javítania kell. Újra jön Anatolij Khrapaty, 1985 óta, tehát a sződerteljei világbajnokság óta verhetetlen, veretlen. Ott akkor még holtversenyben emlékeznek bizonyára Balázsfi, Szolodov, arra a nagy, soha nem volt holtversenyre a szakításban. De az összetett az övé. Oda nézzenek, megcsinálta, most aztán megvan ez a súly. Ez a súly megvan. 415 kg, és jobb az eredménye, mint a szöuli olimpián, ahol 412,5-lel nyerte meg az aranyérmet Anatolij Khrapaty. Sződerteje, Kalmarstadt, Szófia, Reims, Ostrava, Cardiff, Szöul, és Athén ebben a pillanatban még kérdőjeles, 415, és óriásit kellene ugrania ahhoz Chakarovnak, hogy befogja. A lökésben új világcsúcsra lenne szüksége 237,5-lel. E pillanatban Khrapaty a világcsúcs 235-tel. Vajon vállalkozik-e erre Chakarov? Hány kilót fog kérni? 232,5 csak. Chakarov föladta, nem az aranyéremért, megy. A második helyre törekszik, hiszen a második helyen Syrtsov áll 405 kg-mal.
Ha megcsinálja Csakarov, 412,5-lel övé az ezüstérem. Ha nem, marad a 4 mázsán, és akkor az csak bronz. Eddig Osztravában is, Cardiffban is ezüstérmes volt, úgyhogy neki ez mindenféleképpen hátralépés, a kilókról nem is beszélve. Hosszasan ellenőrzi a fogását. Minden egyes izma készen áll a tehertételre. Feszülnek az izmai. Aztán csak ennyi jön ki belőle. Hát nagyon bizonytalan volt ez a Csakarov a mai estén, és könnyen adta magát. Nagyon könnyen. Így kettős szovjet győzelem az élen. A lökésben Khrapaty 2.30, Syrtsov 2.22,5, Chakarov 2.20. Az összetettben ugyanez a sorrend, világ és Európa bajnok Khrapaty.